felmentünk, nem tudok beszélni, előre kezdem. Sziasztok! Köszöntelek titeket ebben az őszi napi vlogban. Október 5-e szombat van, és ez egy igazán otthonos és egyszerű, lelassulós őszi szombat. Reggel felmentünk reggeli után Krisztiánnal Bükszentkeresztre, mert itthon vagyunk Miskolcon. Voltunk Gyuri bácsinak a teás gyógynövényes boltjába, és vettünk egy kis gyógynövényes teát, meg sétáltunk egy kört, nagyon jó idő volt, és igazán őszies, így leszállt a köd a dombokra, és nagyon-nagyon szép volt minden, nagyon jó lehet ott élni és ott lakni. És most pedig hazajöttem, itthon vagyok anyával, és fogunk csinálni a menü sütőtökös risotto, mert nagyon-nagyon finom lett, amit csináltam otthon, és most szeretném megcsinálni a családnak is. Egyébként egész egyszerű a recept, a neten találtam, majd lelinkelem nektek, meg most úgyis megpróbálom egy kicsit levlogolni. És ezen kívül még lesz sütőtökös gluténmentes muffin apának, és egy ilyen tejmentes, de amúgy nem gluténmentes almás pite. Mindig Fatinak a pite tészta receptjét használom, mert nekem az mindig nagyon beválik, és nagyon-nagyon szeretem, és tök jó vele dolgozni. A tölteléket meg mindig úgy variálgatom, hogy valójában az... arra nincs egy receptem, hanem mikor milyen ízű, ha szilvás, ha almás, hogyha eperes, bármilyen gyümölcsös, akkor mindig úgy kevergetem össze azt a kis egyveleget, hogy finom legyen, és most a múltkor raktam ebbe az almás, fahéjas, fűszeres kompótba egy kis keményítőt is, hogy egy kicsit jobban összeálljon, és nagyon-nagyon finom lett, úgyhogy anya, vettél keményítőt? Igen. Jó, úgyhogy akkor lesz benne megint egy kis keményítő, de tényleg nem sok, majd megmutatom. Szóval ez lesz most a menü. Anya meg még csinál egy kis rántott húst a fiúknak, de lehet, hogy én is eszek majd belőle, meglátom, mert annyira nem szoktam rántott húst csinálni. Úgyhogy most ilyen anyával a konyhában program lesz. Aztán nem tudom délután hogy lesz, átjönnek még tesóm, még kis anyáikhoz, együtt fogunk enni. Aztán szerintem délután így mindenki szabad programozik. Én hazahoztam a karácsonyi receptes könyvemet, mert szeretném beleírni anyának a receptjeit, az összeset, amiket még nem írtam bele tavaly, meg anyával mi mindig hónapokkal, végül is október van, hónapokkal karácsony előtt átbeszéljük, hogy akkor miket kell megvenni, beosztjuk, megbeszéljük, és mindig ugyanazokat csináljuk, és én imádom, hogy az a hagyomány, hogy mindig ugyanazt tesszük karácsonykor, és ugyanaz a menü, de mindig átbeszéljük minden évben, mindig összeírjuk a bevásárlólistát, mindig megbeszéljük, hogy mikor mit sütünk, szóval ennek az egésznek van egy olyan hangulata, amit sosem szeretnék elengedni, és tényleg ez a hagyomány. Ugyanazt tesszük, ugyanazt csináljuk, és ez benne a legjobb. Úgyhogy ez most egy ilyen nap, tartsatok velünk! Eléggé feltűrve a ruhám ujja a főzéshez. Mert te hogy csinálod? Ja, hogy nem sütöd. Igen, miért? Mire gondolsz? Nem, hogy leszeded a héjét. Nem szedem. Én nem szoktam leszedni a héjét. Te leszoktad? Hát, ha sütöd, akkor te se szeded le, nem? Egy kis munkafolyamatok update, bár még nem sok mindent csináltam. Felvágtam a sütőteket, és beraktam a sütőbe, és arra gondoltam, hogy amíg sül, addig összeállítom a fatis pite tésztát. Ezt is lelinkelem majd nektek a videó alá, és a pite tészta, amíg kicsit pihen a hűtőben, hogy összeálljon, addig pedig megcsinálom a risottónak az első részét, és majd elmondom közben, hogy hogy csinálom. Ez a kisvasút volt? Igen. Komolyan? Igen. Majd de jó lenne, ha itt eljönne, és meg tudnám nektek mutatni, nagyon hát szeretem. Jön, valahol. Igen? Hát szólt. Hát hallottam. Ott jön. Jó, na megmutatom nektek. Ott jön. A kis vasút. Szóval jöhet a pite tésztának az összeállítása. Thank you.
Jól áll már a sütőtetnem. Zalmapucolás előtt elkezdem oda tenni a hagymát pirulni a szalonnával, mert annak jól át kell pirulni a risottóhoz, jó? A magpint a végére hagyom, jó? Én mindjárt melegítek magamnak teát. A pite tészta a hűtőben pihen, és most kezdem el a risottót, és nézzük is hozzá a receptet. Elmondom a risottónak a receptjét. Ez a havasdora.hu oldalon van, és tök egyszerű egyébként, vagy hát nem annyira bonyolult. Kell ugye 50 dek a sütőtök, az már a sütőben sül. Kell só, bors, olívaolaj, csilipehely, de én igazából a sütőtök pürét múltkor egy kis növényi tejföllel összetudmixoltam meg tök ízlés szerint fűszerekkel, és nagyon finom volt, úgyhogy én abszolút így fogom csinálni. A risotto rész az az érdekes, ahhoz kell 40 g vaj, 2 evőkanál olívaolaj, 1 hagyma, 30 deka risotto rizs, én most 60 dekából fogom csinálni, hogy mind a hatan tudjunk enni. Másfél deci száraz fehérbor, 1 liter csirkealaplé és 50 g parmezán. Múltkor találtam vegán parmezánt, és azt használtam, nagyon finom volt, hát most az nincsen, úgyhogy a többieknek majd a végén lesz ráreszelve sajt, én meg most sajt nélkül nyomom, de így is nagyon-nagyon finom. És az egész folyamat egyébként tök egyszerű, mert a sütőtök szeleteket megsütjük, és felhasználásig félretesszük, alaplevet felmelegítjük egy lábasban, igazából anya egy húsleves kocka kell, és azt sima vízzel itt melegen tartva itt lesz a sütőn, és igen, ezek kellenek, és egy nagyobb serpenyőben felolvasztjuk a vaj felét az olajjal, és rádobjuk a finomra vágott hagymát, és üvegesre pároljuk. Én itt még megextrázom a receptet annyival, hogy múltkor sonkát, most pedig itt szalonnát fogunk egy kicsit belepirítani hozzá, és miután ezek jól az üvegesre pirult a hagyma, meg a szalonna is kicsit megpirult, belekeverjük a rizst, összeforgatjuk, és hagyjuk a rizst is üvegesre pirulni, miután üvegesre pirult, felöntjük a másfél deci fehér szárazborral, és utána addig kevergetjük, míg ezt is felszívja, és utána merőkanalanként adagoljuk hozzá a forró alaplevet, és nagyon finom lesz, mindig akkor adott hozzá a következő evőkanál, a következő merőkanál alaplevet, amikor már az előző az ugye felszívta, és ez körülbelül mert megpuhulni hagyjuk, és körülbelül 20 perc fűzés után adjuk hozzá a sült sütőtök kikapart húsát, ezt a sütőtök krémet, amit ki hogyan csinál, ahogy neki jó, és addig kevergetjük, amíg a rizs meg nem fő, és fog keményre fő. Nem főzzük teljesen puhára. És isteni finom, úgyhogy próbáljátok ki. Már most pirul a hagyma a vajban, a zsírban, meg a szalonnában, és a risotto rizs az alapadaghoz, ami 4 adag, és ezt vissza is tudom igazolni, hogy 4 adag, mert mi Krisztiánnal kétszer ettünk belőle. 4 adaghoz ír 30 dek a risotto rizst, úgyhogy én most 60 dekát, azaz 600 grammot fogok kimérni, ugye? Igen. Nagyon rossz vagyok ezekben az átváltásokban. Szóval 600 g risotto rizst kimérek, remélem van még annyi benne, ha nincs, akkor kevesebb lesz. Az már 400. Most járok 400-nál, 500, szerintem pont 600 lesz amúgy. Aha, megvan a 600, egy pici maradt a végén, hát ezt már belöntem, nem? Kert, hát akkor ez még is. Egy kis egérkének egy kis adag. Amúgy ezt vettük Júlcsival az Aldiba múltkor, ezt a risotto rizst, direkt ilyen risotto rizst, és nagyon-nagyon jó. Szántott húst tesz? Igen. Nagyon jó. Amúgy anya gluténmentes. Gluténmentes. Másképp is elkezik. Gluténmentes frézivel csinálja, és így is nagyon finom a rántott hús. Itt van az őszikon újra. Szép, mint mindig. Én nekem. Tudja Isten, hogy mi akkor. Szeretem, de szeretem. Kiülök a domtetőre, onnan nézek szerteszét, hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét. Ennyi. Ennyi?
annyira szeretem hallgatni, ahogy így rotyog a rántott hús. Nem tudom, hogy miért, olyan otthonos érzés. Tehát szerintem azért, mert mindig, amikor Nagyi vagy te is csináltál rántott húst, akkor tudod így, ez ilyen otthonos hang. Meg vannak ezek az otthonos illatok, meg hangok. Amúgy nem is kérdeztem még tőled neked a gyerekkori otthonodnak milyen illata van? Ott biztos, hogy sütőtök. Igen? Anya mindig csinált sütőtököt. Aha. Állandóan sütötte, nagyon szerette. Tejberizs illata van. Tejberizs, tényleg, az Nagyi mindig. Mert a bátyám, a tesóm ugye az, Pepinek mindig tejberizs kellett. Aha. Tejberizs még sütött. Alma. Alma. De nem olyan sima alma, hanem az almát nem, hanem kifúrtuk. Kifúrtátok? Az almának a közepét. Még 6-8 almát anya megmosta, kifúrta a közepét, tettünk bele diót, aha, mézet, megcsurgattuk mézzel, uh-huh, és a sütőbe megsütöttük, és azt tettük. Nekünk az volt a sütemény a desszert. De jó. Hát meg amúgy Nagyinak az almás süti, az világi, az világbajnok, tudod? Ezt nagyon szeretem. Szóval sütőtök, igen? Ősszel anyának, ahogy beálltak a hidegebb napok, és még nem gyújtottunk be, aha, akkor esténként krumplit sütöttünk sütőbe. Aha. És a krumplinak is van egy jellegzetes illata, amikor sül a sütőbe. Aha. És utána ezt letakarta egy nagyobb törlővel, és alatta puhult még pluszba egy picit úgy össze zsugorodott még a krumpli pluszba, és amikor azt felemelte, akkor azt kicsiként én nagyon-nagyon szerettem. Olvasztott, ha nem volt otthon szalonna, amit megsütött hozzá, akkor olvasztott hozzá egy kicsi vajat, és abba mártogattuk a krumplit. Jó, de jól hangzik. És én nagyon-nagyon szerettem azt a krumplit, ami így héjastól megsült, sült szalonnával, sült hagymával, meg tudod milyen még a csalamádénak, amikor készítettük ősszel a csalamádét. Aha. Még az ősz nekem a csalamádé is. Ja, aha. Hogy vágták, gyalulták együtt a apával a káposztát. Aha. A piros paprika rákerült a káposzta. Sose értettem, hogy ez hogy fog így összeállni, de mindig összeállni. Olyan érdekes, hogy egyébként a sütős, tehát hogy az, hogy a sütőt bekapcsolod és sütsz benne valamit, az már eleve egy ilyen otthonos érzést ad. A meleg, az illat, ami kijön a sütőből, a fénye, és igazából kvázi mindegy, hogy ez kinek mit jelent, mármint hogy mi kerül a sütőbe, úgyis az otthonosság érzés, ez megérsz tőle. Igen. Szerintem nagyon. Hát ezek. Nagyon jó. Köszönöm, hogy elmondtad. Most megbeszéltük anyával, hogy kicsit úgy érezzük magunkat, mintha a Paprika TV-ben lennénk, amúgy mi ezt nagyon szeretjük, mert én csinálom a risottót, anya közben a rántott húst, közben a pite tészta pihen a hűtőben, szóval, hogy így nagyon jó hangulat. És ilyen kózi hangulat. Kózi! Nagyon kózi minden, tényleg. Nincs is rajta még az összes alaplé, és már nézzétek, hogy megszívta magát a risotto is. Nagyon jól néz ki, és kár, hogy nem tudom átadni az illatokat, mert fú. Nagyon isteni illat van. Isteni, igen. A bor keveredik a hagymával, igen, a szalonnával, igen, a sütőtökkel. Aj, nagyon jó. A rántott hússal. Igen. Az Andy Osztorizos Maple Apple gyertyával. Nagyon jó. És az itthonnal. Igen.
Szóval ez az inspirációnk Dorcival, ezt szeretnénk megcsinálni, aztán meglátjuk, hogy mi sikerül belőle. Na, Dorcival ez lett a művünk. Ilyen kis hozzád is a leveles gombás.